22-20-ra nyert az ASA 34-et, és ez az volt elég, hogy most döntetlenül legyen az állás. És az utolsó felvonás, Körment kezdte tovább a félpályáról. És hát meglátjuk, hogy melyik csapat lesz motiváltabb itt a bronz csatában. Ha az ASA nyerne, és szerdán a Körment otthon, akkor egy hét múlva szombaton, 6 órakor minden eldől. Ha a Körment nyeri most ezt a meccset is otthon, hozza hazait, akkor övi a bronzéren. Gulyák kivezeti a labdát, rálép az alaponalra, így jöhet az ASA. Kovács, Horti, és Kovács hozzá a labdát. Kovács, Kovács, akkor sikerült a betörés. Kosárra, 63-64 az asélyben. Bell. Bell fogja rávezetni a labdát, kötésére. Kopp felé próbált menni. És Horti Bálint kapja a faltot. Gyűrű fölötti szerelésnek már nincs jelentősége. Horti második hibája. És Bell dobhat 2. Mentől a második. 16 pontos Bell, 63-63. Csapdázni próbál a Körment, sikerül ezt kijátszanunk, de feladott tiszta dobása. Nem jó. És mindenki úgy látta a teremben, a körmendi szurkokat kivételével, hogy körmendi kézre ment ki a labda, a játékvezető másért dönt, így egyenlő árás áll. Rúlják Némethez játsz a labda, a Bell, a felzáráson, Bódi Zsár visszamehetett. A földönsi, benne a dobás, Bódi Zsár a lepattanó, itt oda, miért a labda, Bódi Zsár lök, ezt már nem látják a nézők, sírszó nincs, viszont egy asszisztor, a gyűrű alatt, a palába költi a sumát, Hadzsi Sztor, igen, ez szépen sem közelről, 65-63, Gulyák, Gulyák így ózik át, mert az összezáró védő között hoz ki egy labdát, és van egy szóval tippát ebből, 4 pontos, és a harmadik hibája Ferencnek. 1 ponttal vezet a Körment. Kovács, töltési. Haragó. Haragó még. Kovács. Egy horogdobás, és ez is megvan. 67-66, váltott vezetés. Ebben a másodpercekben. Fújták, nem a labdára ment a mozdulat, és jött a csere. Boldi Zsár helyre jön be Dice, és nem kell ugrani a játékosoknak, mert az asszony lesz majd a labda a büntetők eldobása után. Jó az első. Hat
69-66, és az sem majd a labda. Kovács. Lelaposan feljebb volt itt az utolsó negyedben. Az első félidei bizonytalanságokat követően. Kértőjesi. Horthy. Horthy próbál egyegyezni. A leosztása nem jó, visszaszerzi a labdát. A paszt most igen, és Hadzsi varázsolja be a labdát. 32. pontja Hadzsiznak, és 71-66. Az elmúlt időszakhoz képest óriási elő. Egyesen meg sem 5 pont, nem egy távolság. Pillanatok alatt lehet hozni. És rengeteg idő van még. A mérkőzésből Ferenc. Egy eladott labda, ebből lehet nem múlni. Hadzsi szerzi meg, már jön az időkérés. Hadzsiznak, és a körben természetesen időkérés. Pillanatok, amikor bizonyos folyamatos játék után ilyen elképesztő hibák, alapvető technikai hibák, vagy meggondoltan passzok mennek, akár mind a két oldalon is, és ez széttöri a játékot. Nézzük gyorsan a pontdobol listát. A körvedékben Bell 16 pontos, Rice 14, Ferenc 14, Németh 10, Ruján 9, és Dávid 3 pont. Paksiaknál Hadzsisz 34, Körtiesi 12, Johnson 9, Kovács 5, Bolygoda 5, Tóth 4, Horthy 2, és Faragó 2 pont. Perc, 43 másodperc van a mérkőzésből, és 7 ponttal ugrott meg az Ase. Ezt próbálja majd csökkenteni a körmet. Ruják, Ferenc, Németh, sok a mozgás. Egyre Horthy ellen, dobás kintről, és beszélünk a gyűrűbe. Rajta volt a védő. És leesett a labda. 73-68. Hadzsisz, Körtiesi. Kovács. Kisegítként védő, csak most adja Kovács a gyűrű alá labdát, és Horthy remek tartja meg. Nelson, és egy oporoggal 75-68-ra alakítja a meccset. Németh, Bell, azért a dobás kintről, nem jó a tripla, miért a lepattanó. Lehet indulni, Faragó gyorsít fel, Faragó még, Kovács, és szép zicser. 7. pontja ez Kovácsnak, 77-68. Ruják. És akadálytalul megy a gyűrűig. Gyűrűig dobja a 11. pontját. 77-70. Horthy, Faragó. Hadzsisz. Hadzsisz még. Inkább kipasszolt a labdát. Horthy, Kovács. 6 másodperc még. Egy passz, és lehúzzák. Horthy kezén, méghozzá Németh. Harmadik hibája Némethnek. Második hibája a csapatnak. És Horthy dobhat majd 2. Hát most az se pesdült meg az elmúlt 3,5 percben. És a körment esett vissza. Látványosan. Még mindig 5 perc a meccsből. Hát nem lehet hátadőlni. Nagyon fontos pillanatban maradt ki az első büntető, és nagyon kellene a második. A második már jó. Ötödik pontja volt az Horthynak,
78-70 az Asénak. Ruják. Német. Német pedig a középtávolról, röviden, és a lepattanott visszaszerző. Mivel nem birtokolt a labdát, nem volt visszajátszás. Bele pedig a triplán. Hát ütötte a labdát, nem birtokoltuk. Ezért nem volt visszajátszás. 78-73. Fontos tripla volt ez most a körmendi oldalról. Kovács próbál egyegyezni. Megveri a védőjét, Rujákot. A dobás viszont pontatlan. Geisszel lepattanott. Hát fokozott meg a izgalmat itt a végére. Geiss kapja a labdát hullámban. És körtélyes ivagasztja a palánkra a labdát. Már megverte már a védőjét Geiss. Tette fel a labdát és érkezett a levegőből a felnők közül körtélyesi. Ez is egy fontos mozzanat lehet majd a védőszámolásnál. Nem nagyon kéne most egy taksi pont. Nagyon rossz bejátszás körtélyesinek. El is hozzák a körbendiek a labdát. Ruják. Ferenc. Eljut a labda, még nem lépett ki, vissza is tudja játszani, ez egy lépési más indulás. Megkívánod az Itzel. Hadzsiz. Hát nincs is óriási színvonal, de óriási izgalmak azért lesznek itt a első meccs végén. Hadzsiz. Egy nagyon jó passz, és egy nagyon kemény fal. A negyedik hibája az németnek. Nem volt itt tenni az Itzelben lévő Fortinak, akinek meg kéne dobni a büntetőket. Közben időkérés körmendi részről. Nézzük akkor először a faltokat, hogy hogy állnak a csapatok a faltokkal. Németnek van 4 faltja, Bellnek 3, Dávidnak 2, Ferencnek 1, Boldizsának 1, Sonyáknak 1, Rujáknak 2. Megedüs 1, Trummer 1, hát itt nincsenek nagy gondok, a taksi résznek ről sincs, hiszen Körtélyesnek 2, Farkas 2, Horti 2, Tóth 2, Johnson 1, Hadzsiz 1 és Vojvoda 1 fal, hát senki nincs a kipontozódás szélén, csak német. A dobólista nem nagyon változott, de azért gyorsan fussunk végig rajta. Bell 19 pontos, Dájsz 16, Ferenc 14, Rúják 11, Német 10, 5-en is a körmendélkező 10 pont fölött, és Dávid 3 pontos. A paksiaknál Hadzsiz 34 pont, Körtélyesi 12, Johnson 9, Kovács 7, Horthy 5, Vojvoda 5, Faragó 2, Tóth 4, hát ez a paksi oldal pontlistája. És a nagyon sokáig vezető körment most tapasztalhat, hiszen 5 pontos hátrányban van, de 3 perc, 8 másodperc van még a végéig. Most ezt két gyors triplával lehet csökkenteni. És nagyon kellene most Horthy Bálint büntetői itt a végjáték küszöbén. Közben center poszton, Dice helyére az egyik pihenő Dávid jön be. És most sem jó az első. Bentől a második. 6 pontos és 2 triplány a különbség. 79-73. Rúják. Bell. Most el Rúják még mindig. Rúják. És bedobja a tempót. Nem remegett meg Rúják keze, 79-75, és már egyetlen még kosarakat kell szereznünk. Kovács, mind a két csapat védekezés intenzitását növeli, és zónára lép vissza a körben, emberfogásról. Hadzsiz, Kovács, Kovács viszi be, Dávid szerevi le, ez pedig a személyi hiba. Nézzük, ki kapja a faltot, Horthy ment most jól agresszívan a lepattanóért.
harmadik falt, és ez volt a negyedik csapathiba. És újra a Horthy büntetőszer. De több kéne most 50%-nál. Hát, most is csak 50% jöhetett össze. De vagy a második. És ez már 3 pont itt a végjátékban, ami hiányozhat. De most ez sem sikerül. 79-75-nél jöhet a körme. Bell. Bell emelkedik el kintről, rövid a dobás, de nem tudjuk összeszedni. Egészen 3 pontosan kívülre pattan a labda, Ferenczi volt közelebb, és most német szilál labdát a gyűrűre, Bell még, ez még ütközés Horthyval, és Horthy kívánja ezt Horthynak, második a csapatnak. 2 mezőnyfaltunk még rendelkezésre áll, 2 perc 3 másodperc van hátra, ki kellene ezt a támadást védeni, Rüják. Alul kerül az árást, Kovács. Meg elpattan a labda. Rüjától, Rüják pillanatú szerint nem véletlenül. Faragó első hibája. És jöhet ismét a körmen. Belnézi el majd a... Kovácsok adják a faltot. És az első, Dávid, német, Ferenc lépel, jó a tripla. Negyedik triplája, 7. a körmennek, és ez a 79-78, és most mennyire hiányoznak azon a kihagyott büntető. Faragó üresen marad, elvállalja a dobást, nem jó, Dávid a lepattanó. Átverti a vezetést a körment. Rüják, a zicserre üresen, Horthy szereli, Faragó indít, Körti esik zsákot. 14 pontos, Horthy esik, 81-78, és időkérés. Körment kér időt. Előbb Horváth Imre kért időt, de azt visszavonta. Nézzük a helyzet. Egy a lényeg. Másodpercben hátra, és igazán izgalmas lett itt a vége. Többször is van különbséggel a körben vezetett, aztán mi vezettünk 7-8 ponttal, lehetett volna több is. Nekivonattak a büntetők, jöttek a triplák és a tempók és az itzerek a túloldal. És ismét nyílt a mérkőzés teljesen. Közben lehet, hogy elmozdult. Az a palánk, amire az aset támad. Most igazítják meg egy kicsit. És nagyon izgalmas, 1 perc 20 másodperc elé nézünk. Jelenleg úgy tűnik, hogy mind a két csapat szeretne ezt a harmadik helyet. Szélsz nagyon hiányzik palánkok alól, de 20-22 pont. De hát gondolom körben gyorsan, hogy fordul Geri. Energiadús játéka. És itt a dobásai. Dávid fogja majd bedobni a labdát. Rüják. Rüják hozzá át. Német. Német még. Bell. Ferenc. Bell. Egy hármas kintről. És bent van. Bell. 8. körben tripla. Bell a második. És 81-81. És kezdődik az utolsó perc. Zónázik a körben. Be kéne dobni ellene. Lepattanót leszedik, akkor ötvertik át a vezetést. Hadzsiz. Nem jó a dobás, a lepattan a körbendé. Rüják.
ezt viszont nagyon ki kéne védenünk. Egy faltunk még a tarsolyban van. Lehet, hogy ezt nem dobás közben kéne odaütni. Német 35 másodperc, egyenlő az állás. 10 másodperc, a támadidő, Német még. És jó a kosár. Paksi időkérés. 12 pont. 12 pont Németnek. És 2 pontos körmendi vezetés. ...28,2 másodperc van hátra. Ez azt jelenti, hogy mindenképpen a körben vissza tud majd támadni. Kettő pontos kosára, hosszabbítás gyanús a meccs. Hármas pedig, ha nem megy be, akkor elúszhat a hazai pálya előny. Még egy variáció van, nem biztos, hogy lesz hogy bejönni. Ha körbendék faltolnak, akkor két büntető következhet. Ha egyiket nem dobjuk, akkor még mindig lehet az előny és majd a labda. Akkor meglátjuk. Egy csapat hibája még van az Asénak is. Úgyhogy van még néhány variáció. Hát mind a két csapat, Kőműves Kelemen felépítette a várat többször is, aztán éjszaka romlott, illetve egy-egy rossz periódus van. De most a végén Körmennék áll a zászló. Új magas ember, Ortélek Johnson jön vissza. Körmennék, úgy látom, nincsere. És 28 másodperc van a meccsből. Marad a zóna védekezés a Körmennek. Kettes szereznünk. Nem, emberfogás. Csak zónára állnak föl. Megtévesztés miatt. És emberfogás van Kovács. Nincs kinek passzolni. Faragó jön. 8 másodperc még Faragó kintről. Egy hármas. Milyen jó. És belül a lepattanó. Közben azonban faltól Körtélyesi. És 7,5 másodperc van hátra. Ez volt a negyedik csapathibánk, oldalra jön a Körmend, és ha meg tudják tartani a labdát, akkor megnyerték a meccset. Azon oda fogunk ütni szerintem, de akkor is nagyon kevés idő maradt hátra. Megvan a falt, 5-10 másodperc van el, 6,7 másodperc van hátra. És ha van még időnk, akkor kikérjük, akkor majd a támadó térfélről dobhatjuk be a labdát. Ha mind a két büntetőbe dobja a Körmend, akkor megnyerte a meccset, és csak a végjátékban 4 büntetőt hibáztunk mi. Úgyhogy van gond most bőven Paksi oldalon. És érzésem szerint egy megnyert meccset engedtünk itt ki a kezünkből. Nem mintha a Körmend nem érdemelni meg a győzelmet. Az utolsó 4 perctől, a 7-8 pontos előnyünk is volt. Újjág bedobja az első, ez a 14. pontja, most már tripla kell, és utána tripla plusz egy falt. Nem fognak odaütni a körmendiek. Ez is bejön. 15 pontos és 85-81 a körmendnek. És itt már csoda kell, ezt nem tudjuk fordítani. Körülbelül 2 másodpercen belül kéne triplát dobnunk és azonnal faltolnunk. És nem tudom, hogy van-e még egy időnk. Hát, ha nincs, akkor az alapon arról kell majd fölhozni a labdát. A körmendőnek pedig arra kell védekezni, hogy zicser közben se ne üssenek oda, plusz egy dobáshoz. A 3 pontos dobásnál ne üssön senki oda, hogy ne legyen még egy büntető esetleg. ...6,7 másodperc van hátra. Az Asen jön majd oldalbedobással.
és 4 ponttal vezet a körben. Sabáli Balázs nyilatkozta a paksi Zicser bearangozó újságnak. Szeretnénk revánsot venni a paksra tavaly elődöntőjén. Ott is óriási küzdelem volt Görmendben az ötödik meccsen. És itt is, ha nem is volt sziporkázó játék, de főleg itt az utolsó 5 percben valamit volt a küzdelem. És nagyon nehéz dolga ez az Asénak. Körmendben akar majd nyerni. Hadzsiz közben elengedi a triplát, nem jó, Ferencia lepattanó, német, és ugyan még odaütünk, de ez már csak jelképes, hiszen 1,7 másodperc van hátra, és német most már sétált át a túloldalra, 2 büntetőt dobni, és már Körmendi zsebbe van ez a meccs. És a szerdán nyer a Körment, akkor övé a harmadik hely. Jó az első. Ez a második is. 14 pontos ez a német. És ez már a vége. Ebből a 87-81-es első meccset. 4 győzelemig tartunk. Párharcból hozzuk gyorsan a boldogokat. Bel 22 pontos. Ferenc 17. Hadzsiz 34, Körtélyesi 14, Johnson 9, Borszi 6, Kovács 7, Tóth 4, Faragó 2, Vojvoda 5 pont. Még egyszer végeredmény, Ase Körben 81-87, ezzel 1-0-ra vezet a Körben, ezzel búcsúzom, Nagy Gábor, Telepacs.